Na sziasztok srácok, lányok, üdvözlök mindenkit, én Kriszt vagyok, hatalmas egy pacsi mindenkinek. Köszöntök mindenkit ebbe a Season 9-es áttekintős videóban. Jelenleg még nem élők a szerverek, még offline szerver, nem tudunk játszani. Viszont kijött a Battle Pass Overview, úgyhogy meg tudjuk nézni, hogy ez a Season 9-es Battle Pass, ez hogy is fog kinézni. Ahogy már most látom, ugye a 3 teaser képből a Neo jött ki, a Neo. Úgyhogy Neo Tilted Tower-t kaptunk, mint ahogy már jó páran tudtátok is, meg azért sejtettük egy jó páran. Tilted-et így újraépítették, az új neve Neo Tilted Towers lett, vagyis hogy szimplán csak Neo Tilted. Minden esetre most nézzük meg akkor a Battle Pass-t. Future is yours in Season 9. Future is yours. In addition to all new gameplay, tilted elég érdekesen, elég playgroundos téma. There's a brand new battle pass. És megkaptuk a battle pass. Tehát most látjuk először Tilted Towers. Progressive with new dual axes. Me. And for the battle bundle, you'll instantly get this guy. It's Jones. New high-tech wraps, mechanized pets, emotes and more to earn throughout the battle pass. No, jó, ez új csákány. Mi a franc? Vendetta. Remember, you keep all the rewards you earn after the season ends. New to this season's battle pass. Új shoti. Use clues to earn and locate hidden pickups around the island, helping you unlock rewards and uncover the secrets of season 9. No, yo, man, you bitch, it's me. Battle pass is available right now for just 950 V-Bucks. So drop in and get juiced up. És ez default karakternek az egyik másik változata. Future is yours. Voltak érdekes dolgok. Szerintem ezt nézzük meg előről. Tehát alapból itt már most látjuk Tilted Tower-t, azaz Neo Tilted-át. Nem néz ki olyan rosszul, én azt mondom. Illetve itt látjuk az új karaktereket, és ez a hosszú szakállas csávú, ez az a default karakternek valami más változata, nem? Jól néz ki egyébként. Bár ugye arra kíváncsiak, hogy most egy új default karaktert fogunk kapni, vagy ez is a Battle Pass-hez tartozik, bár gondolom, hogy inkább a Battle Pass-hez. Tehát a robot csirkéről meg majd ne is beszéljünk, ez valami brutál beteg. Itt láthatjuk, hogy ilyen különböző ugrálók vannak itt Tiltedben, illetve itt látunk egy jobb összképet Neo Tiltedről. Az Unlucky Building az nagyjából megmaradt ugyanolyannak. Viszont kaptunk egy kajáldát, egy dörrburgeros kajáldát, illetve vannak itt ilyen gyűrűk, amiken át lehet majd repülni. Hát erre mindenképp kíváncsi vagyok, illetve a házaknak a tetején látjátok, hogy ott is van ilyen elugrós téma. Nem néz ki rosszul, én azt mondom első látásra. Itt a minimapon szerintem megint látunk egy újdonsült dolgot. Itt a minimapnak a bal felső sarkában. Ott megint van valami, ami szerintem eddig nem volt ott. Erre kíváncsi vagyok majd, ezt feltétlen megnézzük a játékba. Illetve most megint egy olyan helyen állítottuk meg, hogy ilyen szélmalmok is vannak itt a domboldalban. Kíváncsi vagyok, hogy ezek mire fognak jók lenni, mire lesznek használhatók, illetve hogy a távolba elnézünk, erre hátul a sivatagos résznél is úgy látom, hogy van újítás. Esetleg még láttok majd olyan dolgot, amit nem láttam meg ebbe a Battle Pass-be, feltétlen írjátok meg majd a kommentbe. Itt ismét látunk egy képet Tilted Towers-ről. És itt használatban vannak ezek a gyűrűk, amiken át lehet repülni. Közben a csirkénkről kaptunk egy új képet. És itt van Rox a neve, vagy nem is tudom, lényegtelen most ez. Ami a lényegesebb, hogy két kart is fog a kezébe, két baltát is fog a kezébe. Ezt mindjárt videónak a későbbi részében fogjuk is látni használat közben. Tehát úgy látszik, hogy a csákány helyett lesz majd valamilyen ex. Lesznek ilyen kétkezes balták. Na erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Meg tudjátok venni a 19-es Battle Pass. Skacok, support the creator Chris, alsóvonal YTV, aki esetleg ezt beírja még a season 9 előtt, mielőtt megvásárolja, annak
jára. Szelet zsíros kenyér, köszönöm szépen! És itt látunk egy új képet a default karakterről, Jonesy-ról, valami Jonesy volt a neve, ez beteg egykori, és Jonesy-kánk használja is itt a két baltát, nézzétek sok! Tehát ezeket konkrétan ugyanúgy begyűjtésre lehet majd alkalmazni. Tehát a menü az úgy látszik, hogy ez a bevált módon maradt, a menü az nagyon nem változott. Illetve itt is látjuk a következő baltát, ez már kicsikét komolyabb továbbfejlesztett, mint amit Jonesy használt, ez lila. Jonesy-t láthatjuk harc közben, illetve itt a három muskétás. Még egy nagyon érdekes dolog, úgy látszik, hogy kapunk egy új shotit, ami valami brutálisan jól néz ki. Bár még egy shotgun a játékba, erős túlzás lehet azt is mondani. Minden esetre kíváncsi vagyok erre is, hogy milyen lesz majd harc közben. Konkrétan ilyen puzzle feelingbe ki lehet rakni dolgokat, hogy miket, azt ne kérdezzétek, fogalmam sincs. Na jó, bent is vagyunk, és úgy látom, hogy mégis alakítottak a layouton. Mostantól lehet így választani a három játékmód közül, ugye a Save the World, Battle Royale, kreatív. Hát minket leginkább a Battle Royale érdekel majd, és kezdődik a user. Wow. Banán. Jonesy. Oh. Nem sok haja van. És úgy látom, hogy ők kitöltötték az utóbbi pár évet. És itt ilyen... Az rohadt. The future is yours, és now tilted. Vagyunk season 9. Jó, eddig nem tűnik olyan rossznak. Azt mondja, hogy ezt meg is vesszük, maradunk a 950 V-Buckosnál. Battle Pass upgraded? Na! Megkaptuk Roxot. Az első karakter Rox lesz majd. Úgy látszik. És ez is editálhető. Illetve megkaptuk a Sentinel csirkénket konkrétan. Kakasunkat. Úgyné. És akkor kezdjünk bele. Az első dolog, ami kiszúrta a számom, az a harvesting tool, ez a balta. Tehát úgy látszik akkor, és ezt is lehet editálni, akkor ezt is lehet majd fejleszteni. Nem mondod komolyan, az nagyon zsír. Tehát akkor gondolom, hogy akkor ezt a csákányunknak a helyére tudjuk majd berakni. Igazából akkor ez a két választási lehetőségünk lesz, hogy csákány vagy ez a balta. Ez nem rossz dolog. Egy now control, now tubes. Azt mondja, hogy van itt zenénk is, azt nem tudom most meghallgatni. Egy yay emote. Jézusom, milyen hangja van. Turbo spin. Faszta kis glide art is kapunk. Azt mondja, hogy ripe wrap. És itt van Bunker Jonesy. Tehát a Bunker Jonesy, ez az alap karakterünknek a kicsikét felturbózott változata. Ugye ő benn maradt a bunkárbe. És akkor úgy jelent meg. Kapunk egy Clutch Strat emote-ot. Illetve megkapjuk, úgy látszik 28-as tieren a Kyo betűnket. Szintén egy Contrail. Freebe pedig kapunk wrap-et, illetve egy sprayt. Úgy látom, hogy hát jó, mondjuk ez egy kezes, ez sima csákány. Bunkár, basher.
kalapácsot is kapunk free-be, illetve ezt a Flying Disc-ot dobálták. Scarlet Strike. Ez egy új glider, illetve Bright Future loading screen-t is megkaphatjuk. Illetve a Petünknek egy másik változata, a Kyo Sad Trombone. Vegát is megkapjuk, és úgy látom, hogy ez is editálhető karakter, három stílusa van. Hát ez nem olyan nagy durranás szerintem, de annyira nem rossz. Bananas, úristen, ez a franc. Illetve szintén kapunk egy Rare Musicot, Afterburner. Freeben, illetve egy Vox csákány, 55-ös tír. Jó, gyorsan fussuk még át, Kyo-t megkapjuk Blackbe. Sign Spinner, Victory Royale-t itt pörgeti össze-vissza. Szintén egy Discos, Stratus. Hát megmondom őszintén, srácok, azért nagyobb durranásra számítottam. Volt már érdekesebb Battle Pass is. Egyébként Kyo szintén, ezt az egyetlen nagy petet csinálták ebbe a seasonbe. Illetve, na, ez egy nagyon-nagyon jó Lightning Strike Contrail. Retaliator Glider, az majdnem ugyanaz, mint az előző egyébként. Illetve Storm Wrap, na ez nagyon menő. Ez nagyon menő, 84-es tier, illetve Demi lovátót is megkapjuk outfitként. Nem rossz kari, nem rossz kari, azt kell, hogy mondjam. Oké, és Plasma Trail, Now World zene, illetve a Laidback Shuffle-t is megkapjuk. Ez nagyon jó, ez tetszik, szeretem a Shuffle-t. Illetve Sentinelnek a Dark Style, na ilyen mondjuk még nem volt. Tehát a volt az alap Sentinel karakter, és akkor a Dark, az a sötét stílus, ez 99-es tíren lesz majd meg. Illetve a 100-as karakterünk az nem más, mint Vendetta, 11 stílusa van. 11 stílussal rendelkezik, az komoly. Különböző setek, Outlast, Opponents, bár mondjuk ez a 11 stílus, ez a színezéssel együtt van, szerintem. Hát, figyelj, nem annyira rossz. Viszont volt vázi jobb 10%-os karakter szerintem. Minden esetre írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy tetszik ez a Battle Pass, illetve hogy tetszik ez az új season eddig. Kíváncsi vagyok nagyon rá. Minden esetre én nagyon-nagyon szép meg köszönöm a figyelmet, kacok. Mielőtt megvennétek a season 9-et, ne felejtsétek beírni Chris papátoknak a Support the Creator kódját, Chris alsóvonal YTB, illetve akinek tényleg tetszett ez a videó, az feltétlen csapjon egy lájkot, és az új embereknek mondanám, hogy tessék feliratkozni, már jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot, és várok mindenkit a live-on, 1 órakor kezdünk. Szép napot mindenkinek, jó játszogatást, sziasztok!